Jó napot kívánok! Önök az Ebrát, a Duna Televízió közlekedésbiztonsági magazin műsorát látják. Mai adásunkban bemutatjuk a Bike Safe rendszert, elektromos autókat vezetünk, előtt azonban segítséget nyújtunk. Számtalan alkalommal tanúi lehetünk annak, amikor egy baleset bekövetkeztekor a tömeg csak áll, jobb esetben orvosért kiállt vagy mentőt hív. A megfelelő elsősegélynyújtó ismeret birtokában ilyenkor életeket menthetnénk, de jó hír, hogy erre a gyerekeket is meg tudjuk tanítani. Évente több ezer ember életét lehetne megmenteni újraélesztéssel, ami nem ördöngösség. Orvosi diploma nélkül is életben lehet tartani az embert hirtelen szívmegállás esetén, akár egy gyermek is képes erre. Tehát általában a megelőzés az, amiért érdeklődnek és jönnek oda hozzánk, hogy akkor az alapvető sebellátási praktikákat megmutassuk, vagy éppen az újraélesztési lépéseket. De emellett találkoztam már olyan, hogy már eleve sztorival jöttek oda, és eleve elkezdték azt mondani, hogy a múltkor, éppen a parkban, amikor bringáztunk a haverommal, és úgy eltaknyolt, és akkor most mit kell csinálnom, és szeretném megtanulni. Vannak bizonyos esetek, amikor ezeket a kis gyerkőcöket, vagy az általános iskolásokat is nagyszülő vagy szülő hozza oda. És megmondja nekik, hogy légy szíves, tanuld meg, hogyha egyszer nekem van rá szükségem, akkor tudjál segíteni. És a gyerek egyből csinálja és tanulja és végigviszi. A baleset kapcsán a legelső teendőnk az, hogy a helyszín biztosítása. Innentől kezdve, hogyha megállapítottuk azt, hogy akár helyszínelés során, akár egy ilyen baleset kapcsán nincs számunkra semmilyen veszély tényező, akkor utána lehet oda menni az emberhez, vagy éppen ugye, aki fekszik a földön, és onnantól kezdve kell felmérni, hogy egyáltalán milyen helyzetbe találtuk őt. Eszméleténél van vagy sem, lélegzik-e vagy sem. Az esetek többségében elmondás szerint is örülünk, hogyha a mentőszolgálatot hívják. A bátorságot még nagyon kell gyakorolni. És minden egyes alkalommal fel kell hívnunk a figyelmet, hogy itt most bátorságon is múlik, illetve azon, hogy egyáltalán felemeld a telefont. Most is egy gyerekrendezvény kapcsán hatalmas kérdés. Gyerekek, mit csináltok, hogyha megláttok egy embert feküdni a földön? Hát tovább megyünk. Ezt kell egy picit szerintem módosítani. És egy picit, ha kiskortól kezdjük el egy szocializációs folyamatban, akkor később ők olyan felnőtté tudnak válni, akik egy kicsit úgy oda tudnak figyelni egymásra. Akár egy ilyen helyzetben. Nem mindenki tudja a vért első látványra befogadni, ezért is kellene ellátogatni olyan fesztiválokra vagy tanfolyamokra, ahol megismerkedhetünk a látványával, hiszen az nem várható el, hogy baj esetén senki ne blokkoljon le. Valamikor a gyerekek leblokkolnak, valamikor pedig az adrenalin beindul, és azonnal elmegy és segít. Ez attól is függ, hogy mennyire vagy felkészülve, és pontosan az ilyen helyzetekre próbáljuk felkészíteni a gyerekeket is, az ifjúságot is, a felnőtteket is. Erre szolgálnak az ambubabás bemutatók, minél több, annál jobb. Erre szolgálnak a műsebek, az ellátás, a művér, a bázis, minden, ami hozzá kapcsolható egy baleset szimulációhoz, vagy egy sebimitációhoz. Lehet, hogy csúnya, de inkább minél többször találkoz vele mű és szimulált esetben, és később már tudni fogod, nem fogsz leblokkolni, nem leszel rosszul. Ugye nagyon sokan a vértől is rosszul vannak, ez mind preventív, de akció is, tehát egy ilyen prevenció és akció kapcsolatában az akció már akkor lép érvénybe, amikor már megtanulod az újraélesztést, megtanulod az ellátást, és utána már élesben tudod ezt használni. Mostanában ez nagyon menő, hogy megtanulunk újraéleszteni, és el tudja mondani az újraélesztést. Sok esetben angolul mutatjuk meg az újraélesztést, ahogy egy fesztivál alkalmával mondjuk Budapesten. Nem csak a külföldivel, de a magyar is néha odajön, hogy az még menőbb. És még királyabb, hogyha valaki el tudja ezt mondani, és másnak be is tudja mutatni. Találkoztam olyan esettel, amikor az általános iskolás pont a múlt héten oda jött az osztályával, külön meghallgatták, hogy kell ezt csinálni. Bemutattunk néhány egyszerűt, az újraélesztés mellett a stabil oldalfektetést, stb. És utána megkérdezte, hogy ő most mutathatja-e a többieknek. Tehát leváltott, mint egy a szerepemből, én így félreálltam. Odaállt a bábúhoz, és elkezdte megmutatni a társainak, hogy kell ezt csinálni. De nagyon sok esetben kapunk fotókat otthonról, szülőktől, hogy a gyermek hazament, és megmutatta nekik, hogy kell ezt csinálni. De az ilyen kis apró remények azért nekünk mindig jól esnek.
Magyarországon eddig is léteztek olyan adatbázisok, amelyek rögzítették a kerékpár tulajdonosok adatait, illetve a biciklik azonosítóit. De ezek között a rendszerek között nagyon nehézkes volt az átjárás. Folyamatban van azonban egy olyan egységes rendszer kidolgozása, ami megkönnyíti a rendőrök és megnehezíti a biciklitolvajok dolgát. Beslések szerint több mint 10 000 biciklit lopnak el évente hazánkban. Egy részük, ha elő is kerül, nem jut vissza a tulajdonosához, mert nem tudják azonosítani a kerékpár gazdáját. A BikeSafe rendszer egy olyan adatbázis, ahová regisztrálhatjuk kerékpárjaink adatait, és a rendőrség is azonnal hozzáfér. Pontosan ez a problémája a rendőrségnek is, hogy a kisértékű kerékpárokat sokszor be sem jelentik, majd utána megtalálják mondjuk egy garázsban sok-sok kerékpárt, ami bűncselekményből származik, és nem találnak hozzá tulajdonost. A rendszer az 2013 óta működik, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kezdeményezte egyébként ezt a rendszert, és ők kezdték el használni, különböző kerékpáros portálokkal fejlesztették ki. A rendőrségnek egyébként az volt a kérése, hogy olyat tudjon a rendszer, ami alapján könnyen tudják szűrni a rendszerben lévő kerékpárokat, tehát hogyha találnak bűncselekményből származó kerékpárt, akkor tudjanak hozzá tulajdonost találni. Ma már az összes rendőrfőkapitányság ezt a rendszert használja, mert így nem csak a vászszám, hanem a biciklik ismertetőjegyei alapján is el tudják indítani a keresést. Idéntől a polgárőrség is ebbe a rendszerbe fogja regisztrálni a kerékpárokat, tehát megszűnik lassan a sok kerékpáros regisztrációs adatbázis, ami az országban volt. A rendőrségnek egyébként csak önmagában 30 adatbázisa volt, amit most egybe szeretnénk fésülni. Mivel hogy ez nem egy lokális rendszerként indult, alapvetően ugye ez egy internet alapú adatbázis, ezért nagyon gyorsan növekedett, és az Országos Rendőr Főkapitányság készített egy vizsgálatot, ahol vizsgálta ezeket a kerékpár regisztrációs rendszereket, hiszen az állampolgárok részéről nagy igény van erre, és úgy akkor döntött úgy Országos Rendőr Főkapitány úr, hogy ez a rendszer, amelyik továbbfejlesztésre érdemes és kiterjesztésre érdemes, és akkor a Nemzeti Bűnbaki Tanács támogatásával jött létre az, hogy minden főkapitányság kapott megfelelő eszközt, amivel tudnak regisztrálni, és a rendszer üzemeltetők pedig lehetőséget biztosítottak arra, hogy a rendőrök ingyenesen korlátlan mennyiségű kerékpárt regisztráljanak be a rendszerbe. Az adatbázishoz bárki kapcsolódhat az interneten keresztül, és a bikesafe.hu oldalon regisztrálhatja két kerekűjét. A boltokat szeretnénk most minél nagyobb számban behozni abba, hogy a rendszerbe regisztráljanak. Korábban is működött a bolti regisztráció, csak azt láttuk pontosan a fejlesztés folyamatában, hogy a kerékpárboltoknak nincs idejük arra, hogy elvégezzék a regisztrációs folyamatot. Ezért most egy olyan kártyát készítettünk, ami tartalmaz egy kódot, ami egy lekaparhatós kártya, és azt tudják értékesíteni, és ezzel tudnak aztán a vásárlók regisztrálni a rendszerbe ezzel a kártyával fizetés nélkül. Nem befolyásolja a regisztrációt, hogy új vagy régi-e a kerékpárunk. A rendszer lényege, hogy minden bicikli köthető legyen a tulajdonosához. Az állampolgárok mondjuk elmennek nyaralni, a nyaralás során ellopják a kerékpárt, semmilyen információ nem lesz a kerékpárról. Ha regisztrálva van a rendszerben, akkor pont elég, ha a saját nevét tudja, és azt tudja, hogy van egy regisztrált kerékpárja, mert onnantól kezdve bármelyik rendőrkapitányságon hozzáférnek ehhez az adatbázishoz, le fogják tudni tölteni a kerékpár fényképét, összes adatát, tehát lesz mit keresni. És a kerékpárok megtalálásánál nagyon fontos az, hogy abban az időpillanatban kezdjék el keresni, amikor eltulajdonították, minél közelebb az eltulajdonítás időpontjához, akkor a legnagyobb az esélye, hogy meg lesz még az a kerékpár. Napjainkban Magyarországon mintegy 2500 zöld rendszámos autó található, Nyugat-Európában ez a szám jóval magasabb. Ezeket az autókat többnyire az elővárosi ingázásra használják. Nálunk a töltők száma körülbelül 90, míg például Dániában ez a szám meghaladja a 2000-et is. Egyre több felé döntenek úgy, hogy a megszokott technológiák helyett zöldebb megoldásokat alkalmaznak. Az elektromos autók egyre népszerűbbek, de még korán sem érték utol benzines társaik népszerűségét. A globális gépjárműpark az egész világra vetítve 1,2 milliárd autóból áll, gépjárműből. Hogyha ezt a számot megvizsgáljuk, és mellé tesszük azt, hogy elektromos autóból jelenleg 1,2 millió darab van, akkor elég nagy különbséget lehet észrevenni. Ha megnézzük a magyarországi viszonyokat,
tehát a kormány jelentős támogatási programokat ír ki az elektromobilitás terjesztéséért, akár oktatási jelleggel, akár felhasználói oldalon, tehát pénzbeli hozzájárulást, adókedvezményt ad elektromos autóvásárlás esetén. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos drivere lehet ennek a szektornak. Nagyon fontos az, hogy a társadalmi szereplők és a központi szereplők együtt dolgozva, közös stratégiával tudjanak ebbe lépni egyről a kettőre, vagy akár a sokkal távolabbi célok elérése érdekében. A villanyautó nem való mindenkinek, de az emberek 90%-a a napi forgalomban nem megy 100 kilométernél többet, sőt, jelentős részük még 40-et sem. Az elektromobilitás és az elektromos autóknak a használata most már az állami szektorban is megtalálható. Kezdhetjük onnan, hogy a rendőrség is használja ezeket az autókat, vagy éppen a terrorelhárítási központ. Például a közterület felügyelet úgymond non-profit tevékenységet végez, de mégis ugye flotta parkot épít, és ezek az elektromos autókkal járják az utcákat, köztereket, és ellenőrzik azt, hogy minden rendben van, tisztaság van, akár a tisztaságot is ezzel tudják megteremteni. Tehát vannak olyan felépítmények, aminek a hátulján például a vízzel történő tisztítást oldják meg a belvárosi utcákban. Itt érdemes elmondani azt, hogy a fenntartási költsége ennek az autónak 100 km hatótávig 1 euró 300 forint. Tehát ha ezt nézzük, akkor tényleg egy nagyon-nagyon olcsó és úgymond igénytelen dologról van szó, mert alacsony a karbantartási igénye is. Tehát itt nincsenek olyan motorikus, olyan gépészeti megoldások az autón belül, amik bonyolultságot vagy éppen problémákat okozhatnak. Az elektromobilitás egy olyan világnak a kapuit nyithatja ki, ahol megszűnik a fosszilis energiáknak a használata, ahol olyan városokban élhetünk majd, ahol nincsen smog. A töltőállomásoknak a technológiáját folyamatosan fejlesztik, tehát léteznek standard töltőállomások, gyors töltők és villámtöltők. Még egy standard gyors töltő mondjuk 800 000 forinttól 1,5-2 millió forintig terjed, addig egy villámtöltő még 10 millió forintnál kezdődik. Ha az átlagos töltési időt kell néznünk, olyan 4-6 óra, mire egy autó feltöltődik. A villanyautó előnye, hogy otthon is lehet tölteni. A napi használat során az embereknek nagyon ritkán kell többet menniük annál, amennyit egy töltéssel az autó el tud menni, így az elektromos autók akár egyetlen nyilvános töltő nélkül is jól használhatóak. De hogyha a piaci tendenciát nézzük világviszonylatban nézve, tavalyi évhez képest Amerikában 50%-kal több elektromos autót adtak el, Európában pedig 30%-kal többet, és ugye a központosított programok, az elektromos töltő hálózatnak a kiépítése, az Magyarországon is egy non-profit szektorba esik, tehát a nagy piaci szereplők a kormányzat, a kormány segítségével alakítják ki azokat a közúti töltő hálózatokat, ahol te megállsz, mondjuk egy villámtöltőre rádugod az autódat, és tudsz is tovább menni mondjuk fél-egy órán belül. Ez még jelenleg nem valósult meg, de a következő években ez biztos, hogy meg fog valósulni, mert már elindult ez a folyamat. Környezetkímélő autókat megkülönböztető zöld rendszám legfőbb előnye, hogy az azzal felszerelt autókkal Budapesten és számos vidéki nagyvárosban ingyen lehet parkolni a közterületi parkolókban. Az ingyenes parkolás jelentős, akár havi több 10 000 forintos megtakarítást jelenthet az elektromos autót használók számára. Attól függően, hogy milyen elektromos autónk van, tehát hogy személygépkocsi szerűen használjuk magán céllal, vagy éppen ez egy kiszolgáló jármű, rendes rendszámmal, zöld rendszámmal rendelkező autókról beszélünk, amiknek minden esetben ingyenes a parkolási tevékenysége Budapest területén. Több ország és nagyváros tervei között szerepel a légszennyezés visszaszorítása. Franciaország 2040-ig szeretné leállítani a benzines és dízel személygépkocsik eladását, Indiában a tervek szerint 2030-ig minden jármű elektromos hajtású lesz. Norvégiában 2025-től már csak elektromos autókat lehet eladni. Ennyi fért közlekedésbiztonsági magazin műsorunk mai adásába. Legközelebb újabb érdekes témákkal jelentkezünk. Addig se felejtsék, a zebrán mindig a gyalogosoké az elsőbség.